Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, vagy kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Frici, Alsóörsfaluból. Amint látjátok, itt vagyok Alsóörsfaluban. Én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnap délőttön forgatok nektek egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videót, amit itt Alsóörsfaluban fogok nektek leforgatni. Most az igazság, az ezt megelőző videót ugye hirtelen abba kellett hagynom, mert ugye volt egy kis... volt itt egy rendőrautó egy pár perccel ezelőtt még, és azt hittem, hogy konkrétan arra várnak, hogy engemet igazoltassanak, így hát azt a videót abba is hagytam, az ezt megelőző videót, de most azt a videót folytatom ebbe a videóba tulajdonképpen, ugye az volt az 57. videó, ez lesz az 58. videó, ugye az ezt megelőző videót tulajdonképpen azért fejeztem be olyan hirtelen, és köszöntem el tőletek, mert ugye itt volt egy rendőrautó az előbb, és ugye azt hiszem, hogy azért állnak itt tulajdonképpen, hogy engemet vártak, hogy igazoltassanak, de nem. Úgyhogy nem igazoltattak, csak én ugye nem tudhattam én ezt előre, és így inkább megköszöntöm a figyelmeteket, mert ugye milyen lett volna az, hogyha itt videózok, és közül ugye elkezdek engem igazoltatni. Na, lányok és fiúk, úgyhogy itt a folytatás, úgyhogy ez a videó, el lehet mondani, hogy ez valójában az 57. videónak a folytatása lesz, ez az 58. videó. Amint látjátok, ez a videó ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videó lesz, amint látjátok, gondolom már rájöttetek, hogy egy fekete-fehér videó lesz. Hát ugye elmondottam már az ezt megelőző videóimba, már nem egy-két videómban elmondtam, hogy miért is forgatok mostanában fekete-fehér videókat. Hát azért forgatok fekete-fehér videókat, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, mert tudjátok, amíg ez a NAV-on nyomkodó gombos buta telefon van a kezem ügyében, és kénytelen vagyok ebből a videót rögzíteni, addig bizony ezek a videók, amíg ezzel a telefonnal rögzítem, bizony fekete-fehérek lesznek, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek, amiért fekete-fehér lesz ez a videó is. Nos, lányok és fiúk, mivel belevágnánk én ebbe az újabb sétálós videóba, ebbe az újabb sétálós, spontán, amatőr, vágatlan, fekete-fehér videóba, amit itt Alsóörsfaluban fogok nektek leforgatni. Valójában nem fog fölmenni a faluba, mert ugye a falu valójából nagy, tehát ez az Alsóörsfalu valójából nagyobb, mint Csopakfalu, meg mint Palóznak falunál is ugye nagyobb ez az Alsóörsfalu, és ugye ez az Alsóörsfalut valójában egy videóban nem is tudnám nektek rögzíteni, tehát erről több videó fog készülni erről a faluról, tehát magáról, Alsóörsfaluról. Nos, lányok és fiúk, mielőtt belevárnánk én ebbe az újabb sétába, meg kell köszönjem annak a 31 darab embernek a feliratkozását, aki idáig feliratkozott a csatornámra. Köszönöm szépen. Nos, lányok és fiúk, lassan bele is vágunk ebbe a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, fekete-fehér videóba. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, fekete-fehér sétálós videóban. Amint látjátok, ugye az ezt megelőző videót konkrétan ezen a helyszínen fejeztem be, és most úgy gondolom, ugye ezen a helyszínen fejeztem be az 57. videómat, ez már ugye az 58. videó lesz, ezt innen folytatom erről a helyszínről, ahol tulajdonképpen az 57. videót befejeztem. És ugye az 57. videóban elmondtam, hogy ez a bekerített rész, ami itt van most jelenleg előttem, itt a nyár folyamán, szinte egész nyáron itt volt egy vándorcirkusz, minden este előadás volt, cirkuszi előadás természetesen. Voltak itt mindenféle, hát tudjátok, mint ami egy cirkuszba szokott lenni. Amúgy ott a vasúton túl, illetve a 71-es számú főúton túl, ott pedig Alsóörsfalu látható maga. Az ott pedig Alsóörsfalu. És most folytatom is a sétámat tovább, ahol tulajdonképpen befejeztem az 57. videómat, innen folytatom az 58-at, attól a helyszíntől, ahol tulajdonképpen az 57. videót befejeztem. Ami az 57. videóban, abból az irányból érkeztem, ugye onnan jöttem Palóznak, illetve Csopakfalu irányából gyalog. Konkrétan az 57. videót ugye Palóznak és Alsóörsfalunak a határáról indítottam, és elsétáltam egész idáig, eddig a helyszínig, ahol konkrétan most ezt a videót kezdem. Úgyhogy, ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan videóban velem, Fricivel. Na, lassan el is indulok én ebből az újabb sétával, tehát folytatom tovább a sétámat, amit tulajdonképpen az 57. videóban elkezdtem, de ez ugye az 58. videóm lesz, csak ugye azt a videót
abba kellett hagynom, mert ugye ezen a helyszínen, ahova mindjárt odaérek, itt állt egy rendőrautó, és azt hittem, hogy azért állnak itt tulajdonképp, hogy engemet igazoltatni szerettek volna, de végül is nem igazoltattak. De én úgy gondoltam, hogy megköszönöm a figyelmeteket, és azért lett olyan hirtelen vége annak az 57. videónak, de most ezt a sétát folytatom ebben a videóban, amit az 57. videóban tulajdonképpen elkezdtem, úgyhogy folytatom ebben az 58. videóban, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ide fogok érni lassan egy fénysorompóhoz, ugye itt a 29-es számú vasútvonal látható természetesen előttem, és ugye ez annak a fénysorompója, és igen, amit látjátok, ez egy jelzőlámpával, illetve félkaros sorompóval, szóval ez egy jelzőlámpával és egy félkaros sorompóval készült, illetve létrehozott vasúti átjáró. De én most nem abban az irányba fogom folytatni a sétámat, mert ahol a kocsi elhaladt, az konkrétan a 71-es számú főút, és a 71-es számú főút előtt természetesen a 29-es számú vasútvonal látható. Én a sétámat nem arra folytatom, hanem ebbe az irányba folytatom tovább a sétámat, erre elindulok tovább folytatólagosan. Hát ez itt természetesen a Balatont megkerülő bicikliútnak a része, ez itten, ebbe az irányba van amúgy Balatonkenese, de mindjárt meg is mutatom nektek a tábláját, hogy ez itt valójában a Balatont megkerülő bicikliútnak a útvonala, amit látjátok. Hát itt van egy ilyen 30-as tábla, és ugye ott van a bicikliútot jelző tábla is, és ott az alatt az van írva, amit ti most nem tudtok kiolvasni, hogy Balatonkenese. Tehát abban az irányban van Balatonkenese, amerre én most sétálok tovább folytatólagosan. Az 57. videónak a folytatása ez tulajdonképpen ez az 58. videó, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Úgyhogy lassacskán folytatom is a sétámat, tovább itten a Sörös falu felé, a vasútállomás felé, mert konkrétan nem sokára itt leszek a vasútállomásnak a bejáratánál, a csopak felőli bejáratánál, illetve a Balatonfüred csopak felőli bejáratánál leszek nem sokára a vasút, az Alsóörsi vasútállomásnak, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Közben kezet kell cserélnem, mert ahogy mondottam, ezen a környéken, itt Alsóörsfalu környékén mindössze -2 fok van, és tudjátok, fázik a kezem, és muszáj vagyok váltogatni a kezemet, hogy ne fagyjon le teljesen a kezem, amíg tartom ezt a nyomkodógombos buta telefont a kezembe, és hogy rögzítem vele ezt a fekete-fehér, spontán, amatőr vágatlan videót. Na szóval folytatom itt a sétámat tovább, haladok erre tovább Alsóörsfalu irányába, a vasútállomás felé, konkrétan az Alsóörsi vasútállomás felé haladok, oda veszem az irányt. Hát lehet, hogy ezt a videót az Alsóörsi vasútállomásnál fogom befejezni végül is. Nos, lányok és fiúk, amint látjátok, még egyelőre ugye ingatlanok csak ott láthatóak, a vasúton, illetve a 71-es számú úton túl láthatóak ingatlanok, az ott természetesen már Alsóörs, mint ahogy ez is Alsóörs, ahol most jelenleg sétálok. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, folytatom a sétámat itt tovább. Haladok erre tovább az Alsóörsi vasútállomás felé. Erre így látjátok, ez egy ilyen szilárd burkolatú önkormányzati út, mert nyilván önkormányzati út, több mint valószínű. Alsóörsnek ez az egyik önkormányzati útja, aminek fogalmam sincs, hogy mi a neve ennek az utcának, de nem sokára ebből az utcából ki fog ágazni a Blaha Lujza út. Azt viszont már tudom, hogy milyen út fog kiágazni ebből az útból, mert már itt van előttem konkrétan a utcanévtábla, hogy Blaha Lujza út. De az nem ez az út, hanem az a Blaha Lujza út tulajdonképpen ebből az útból fog kiágazni. Hát ott abban az irányban a Balaton látható lenne, ott a Balaton vonalát, abban az irányban a Balaton található. Ott a nádason túl, ott van egy nádasa arra bent, és azon túl természetesen a Balaton található. Itt pedig van egy ilyen tisztás. Amit látjátok, itt van egy tisztás. Itt van egy tisztás, és abból az irányból sétálok, onnan haladok. Palóznak, illetve Csopakfalu irányából haladok, és folytatom is a sétámat tovább Alsóörsfalu vasútállomás felé. Ez megmutatom nektek, hogy itt van egy ilyen kaszáló, vagy nem tudom, de egy tisztás, az biztos. Na, folytatom is a sétámat tovább itt ezen az önkormányzati úton. Nem sokára oda fogok érni a vasútállomásnak a bejáratához, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, közben jön szembe egy kutyasétáltató fiatalember. Amint látjátok, itt ágazik ki a Blaha Lujza út ebből az útból. Mutatok majd egy utcaképet, hogy hogy is néz ki ez a Blaha Lujza út. Itt Alsóörsfaluba.
Itt szemben ugye ez egy az utcanévtábla, hát ez egy ilyen dűlőút tulajdonképpen, egy ilyen zúzott kővel, illetve murvával leszólt földes út. Közben van itt egy építkezési terület, és ott pedig van egy, ott pedig nyaralók láthatóak, és itt pedig megmutatom nektek közelről, hogy ez a Blaha Lujza út, amit most előbb mutattam nektek, ez itt ugye nem ez, ahol most jelenleg tartózkodom, a Blaha Lujza út az ez az út, amit most mutatok nektek, ez a Blaha Lujza út itt Alsóörs faluban. Na, folytatom is a sétámat tovább, a vasútállomás felé, az Alsóörsi vasútállomás felé. Hát ez egy ilyen keskeny, önkormányzati szilárdburkolatú kis út, ami egész jó állapotban van, mert nagyon jó állapotban van. Közben itt vannak itt ilyen homokkupac, sóder, meg ilyesmik vannak itten, ott bent meg törmelék látható. És közben mindjárt oda fogok érni a Alsóörs vasút megállónak a bejáratához, mert már ki lesz írva, hogy Alsóörs, nem sokára. Meg is fogom nektek tudni mutatni szerintem, közelebbről azt a táblát, hogy itt vagyok már az Alsóörsi vasútállomásnak a szomszédságába konkrétan, mert tényleg itt vagyok. Na, ott szembe, oda az van írva arra a táblára, hogy Alsóörs. Most tisztelt hölgyeim és uraim, folytatom a sétámat ezen a kanyargós kis utcán, ami ugye Alsóörs falunak az egyik önkormányzati útja, ami így néz ki. Hát konkrétan itt még úgy igazából nincsen semmi, mert semmi nincsen, ilyen bokros rész van itten, ilyen fás, bokros, bozótos rész van itten, azon kívül semmi más. Hát megpróbálom nektek megmutatni azt az Alsóörs feliratot, de nem látszik belőle semmi, az az igazság. De oda az van írva arra a táblára, hogy Alsóörs, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Na, folytatom is a sétámat tovább ezen a kis szilárd burkolatú úton. Hát valójában itt még semmi nincsen úgy igazából, ahogy mondottam, csak ilyen árkos, bokros, ilyen bozótos rész látható ennek az útnak a két oldalán. Semmi érdekes, semmi izgalmas, tök unalmas valójában. Na, de folytatom is a sétámat tovább az Alsóörsi vasútállomás felé, mert valójában már mindjárt ott is vagyok, az Alsóörsi vasútállomásnál. Ez a környék, ez így néz ki, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ahogy mondottam, ezt megelőző videóban, az 57. videóban, ezt az 58. videót is halszem optikával rögzítem. Tehát egy 180 fokos halszem optika van a telefonnak a kamerája elé csüktette, rögzítve, külső csipesszel. Hát ugye ez a navon nyomkodó gombos buta telefonnak a kamerája elé most egy halszemoptikát csiptettem fel, egy külső halszemoptikát, ami ugye 180 fokba lát, amit látjátok. Tehát ilyen széles látószögű lett az egész tulajdonképpen. És itt pedig van egy ilyen épület, ami fogalmam sincs, hogy micsoda, egy raktárépület, vagy valami üzem van benne, nem tudom mi ez itt tulajdonképpen. Egy biztos, hogy ez már az Alsóörsi vasútállomásnak a területéhez tartozhatott valamikor, de szerintem ez már nem a vasútnak a, szerintem ezt a épületet már nem a vasút üzemelteti, hanem szerintem valaki ezt megvásárolta a vasúttól, és valami üzem, vagy valami gyár, vagy raktár lehet ebbe az épületbe jelenleg, de nem fog bemenni, és nem fog megnézni, mert nyilván ez magánterület, hogy oda nem fog bemenni. Folytatom is a sétámat tovább itt az Alsóörsi vasútállomás felé. Hát itt tőlem jobbra még mindig nincsen semmi, csak ilyen fás, bokros rész van itt tőlem jobbra, illetve egy nagy nádas. De a bokrokon meg a fákon túl ott már egy nagy nádas látható, és a nádason túl természetesen a Balaton. És én folytatom itt a sétámat ezen az úton, aminek még azt sem tudom, hogy mi a neve egyelőre, hogy milyen úton vagyok, mert milyen utcába sétálok jelenleg.
Csak azt tudom, hogy jelenleg én Alsóörsfalunak a területén tartózkodok, illetve ott rögzítem ezt a videót, Alsóörsfalunak a területén, ez pedig Alsóörsfalunak az egyik önkormányzati útja, de hogy milyen útja, arról fogalmam sincsen, csak azt, hogy önkormányzati út, de hogy mi az utca neve konkrétan, azt nem tudom, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát megnézném, hogy mi lehet abban a medencében, de itt van egy ilyen betonmedence ott bent. Hát egy üres betonmedence van itt bent, de fogalmam sincs, hogy mi lehetett ez eredetileg. Mert fogalmam nincsen, mi lehetett ez eredetileg, ez az üres betonmedence, ami itt látható. De nem megyek oda föl megnézni, mert szerintem ez magánterület. Eladó a telek területe. Ja, hogy el is eladó. Eladó. Ott egy eladó, adod azon írva, hogy eladó. A telek területe 2654 négyzetméter. És itt pedig van valami betonmedence, vagy nem tudom mi ez itten. Fogalmam sincs mi ez itten. Na, folytatom is a sétámat tovább, ezen az önkormányzati úton, ami ugye Alsósfalunak az önkormányzati útja, tulajdonképpen. És haladok is tovább. Aha, tudom már mi ez. Aha, megvan mi ez, tisztelt hölgyeim és uraim, mert csak főmelyek is megnézem közelebbről. Aha, már tudom mi ez. Na, az az igazság, hogy itt közben van itt egy ilyen medenceszerűség, de ez nem medence, hanem, mi vagy ide vezet egy vágány, egy régi vágány vezet ide, fogalmam sincs, hogy milyen vágány, de szerintem ez eredetileg egy mozdonyforgató lehetett, egy mozdonyátfordító lehetett, amikor még a gőzmozdonyok jártak, nyilván ugye fölállt ide a gőzmozdony, hogy akkor ez nem egy ilyen üres medence volt itt, hanem itt ott középen volt egy szerkezet itten, mert ugye itt konkrétan vége, itt van vágány, és itt a vágánynak egyszer csak vége szakad, és van ez a kör alakú medence itten, vagy nem tudom mi ez, de akkor ez nem medence ezek szerint, hanem több mint valószínű, nekem egy olyan sejtésem van, lehet, hogy aztán tévedek, vagy hülyeséget beszélek, de szerintem ez egy gőzmozdony átfordító dolog lehetett itt. Tehát amikor rájött erre a gőzmozdony, és ugye átfordult ez az egész, és ugye megfordították valójában a gőzmozdonyt. Szerintem. Mert szerintem az. De persze nem biztos, lehet, hogy aztán hülyeséget beszélek. De nem tudom, majd ezt valaki majd úgy is megírja nekem kommentbe, hogy ez mi is akart lenni, de az az igazság, hogy van itt egy vágány, itt van egy vágány, amit látjátok, itt van egy ilyen vágány, látható, itt ott van egy vágány, itt az egyik sín, ott a másik sín, és ugye jön onnan ez a vágány, ugye jön onnan a vasútállomás felől, az Alsóörsi vasútállomás felől, majd ugye konkrétan ott már az Alsóörsi vasútállomás látható ebbe az irányba, és ugye jön ez a vágány itten, ami eljön idáig, itt egyszer csak vége szakad ennek a vágánynak, itt vége szakad, és szerintem ez egy mozdony átfordító gőzmozdonynak, itt fordították át szerintem eredetileg. Tehát akkor ez nem egy medence, hanem egy mozdony átfordító szerkezet volt ittem szerintem eredetileg. De aztán lehet, hogy hülyeséget beszélek. Na de, folytatom is lassan a sétámat, tovább. Visszalemegyek ide a Szilárd burkolatú útra, és folytatom a sétámat. Tisztelt hölgyeim és uraim, visszalemegyek ide el az önkormányzati útra, és folytatom tovább a sétámat a Sörösi vasútállomás felé. Na, folytatom is a sétámat, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Közben megint kezek cserélek, mert az az igazság, hogy fázik a kezem. Ugye csak -2 fok van, nincsen jó idő egyáltalán. És ugye, mint látjátok, a nap se süt, hanem ilyen borongó, szürke idő van. Itt a Sörös faluban és környékén. És itt van mellettem ez az ipari vágány, amit előbb nektek mutattam. Itt halad ez az ipari vágány. És folytatom is a sétámat arra az Alsóörsi vasútállomás felé. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, ez egy önkormányzati út, több mint valószínű, ez Alsóörsnek az egyik önkormányzati útja lesz. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de közben föltámadt itt a keleti szél, ilyen délkeleti keleti szél fújít jelenleg Alsóörsön.
Közben mögöttem jön egy autó, úgyhogy félrehúzódom. Folytatom is a sétámat arra az alsóőrsi vasútállomás irányába. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hát itt tőlem balra már az alsóőrsi vasútállomásnak látható a kijárata, a csopak felüli kijárata, jelzőlámpák vannak, és több vágány van már. Tehát jó sejtettem, hogy ez az alsóőrsi vasútállomás valójában egy több vágányos állomás, tehát nem egy vágány van, nem két vágány van, hanem van vagy négy, de az is lehet, hogy öt. És között van egy váltó is. Tehát hölgyeim és uraim, folytatom is a sétámat ezen az önkormányzat úton, amit párhuzamosan halad a vasúttal. És ugye tőlem balra egyértelműen már az alsóőrsi vasútállomás van. Hát nem is gondoltam volna, hogy itt egy ekkora állomás van, tisztelt hölgyeim és uraim, mert nem gondoltam volna. Tehát ez egy nagyon nagy, tehát ez az alsóőrsi állomás, tehát el kell mondjam, hogy nem kicsi. Mert nem kicsi. Nem kicsi. Folytatom is a sétámat arra tovább. Haladok a vasútállomás felé, egyértelműen. Ugye ez is itt mellettem már konkrétan a vasútállomás területe, az alsóőrsi vasútállomás területe, ez itt már mellettem. Hát itt vannak természetesen váltók, használaton kívüli ipari vágány is van, itt mellettem, amint látjátok, hát itt van egy váltó. Meg is mutatom nektek közelebbről ezt a váltót. És amint látjátok, ez a vágány, ez konkrétan, ez már nincs használva. Mint látjátok, ez ilyen nagyon rozsdásodás, sőt, odén már a nyárfa is belenőtt a sinek közé, tehát biztos, hogy ez a vágány már nincs használva, szinte 100%. És ugye itt van itt végig egy ipari vágány, és ugye ott bent pedig az aktív vasúti pálya látható, konkrétan az alsóőrsi vasútállomásnak az aktív vágányai láthatóak, amit mindjárt meg is számolok nektek, hogy hány darab van, azt mondja, van egy, 2, 3, 4 vágány van, tehát az alsóőrsi vasútállomáson összesen 4 vágány van. Ebből az első vágány az nincs használva, a második van használva, a harmadik van használva, a negyedik szerintem időszakosan van használva, és van ez az ötödik vágány ez, ahol én most jelenleg tartózkodom, ez meg szerintem egyáltalán nincs használva, ahogy elnézem. Mert szerintem ez egyáltalán nincs használva. Mert nagyon rozsdás, tehát lehet is látni, hogy ez a vágány, ez már kész. Tehát ez nem használják semmire. Na de folytatom is tovább a sétámat, abba az irányba. De én a vasút területéről kimegyek, mert ugye erről nekem ugye nincs most engedélyem, hogy én itt nektek forgassak videót. Csak megmutatom nektek, hogy itt vagyok az alsóőrsi vasútállomáson. Mert megmutatom nektek ezt a használaton kívüli sintpárt. Ez konkrétan ez az ötödik vágány, tehát ez az ötödik vágány itt alsóőrs faluba. Ez az ipari vágány, ez nincs használva, szinte biztos, hogy elnézem én ezt a vágányt. És ugye abba az irányba, és ugye arra visszacsatlakozik bele a aktív pályába, tehát ami használva van. És ugye itt balra kanyarodik ki egy sín, egy ipari vágány, az pedig egyértelműen nincs használva, mert a nyárfa konkrétan bele van nőve a sinek közé. Na de, folytatom is a sétámat, visszalemelek ide a útra. És folytatom tovább arra a sétámat, az alsóőrsi vasútállomás felé, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Amint látjátok, itt vagyok alsóőrsöm, és itt mellettem pedig az alsóőrsi vasútállomásnak a vágányai láthatóak. Folytatom is a sétámat arra az állomás felé. Hát az az igazság, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, meglepően nagy ez az alsóőrsi vasútállomás, konkrétan most látom először így egyet egybe ezt az állomást. Tehát nagyon nagy, tehát nem kicsi ez az állomás. És folytatom is a sétámat itt ezen az önkormányzati úton, aminek még mindig nem tudom, hogy mi a neve, mert fogalmam sincs, hogy ez milyen utca, csak azt tudom, hogy jelenleg alsóőrs faluba tartózkodom, konkrétan itt vagyok a vasútállomásnak a szomszédságába, és most folytatom a sétámat ezen a önkormányzati úton, és közben itt vannak ilyen, van itt egy hajó, egy ilyen rozsdás hajórom, egy ilyen vitorlás hajórom, roncs,
Közben itt van egy vitorláshajó, roncs. És folytatom is a sétámat tovább. Hát egyre jobban közeledek az igazság az Alsóőrsi vasútállomáshoz, mert egyre jobban közeledek. Szinte már itt vagyok az Alsóőrsi vasútállomás mellett, mert amit látjátok, itt tőlem balra már maga az Alsóőrsi vasútállomás látható, mert az látható. Sőt, mindjárt már meg tudom nektek mutatni a fogadó épületet is, a forgalmi épületet, illetve a bakterházat. Folytatom is a sétámat tovább, itt Alsóőrs faluba, a vasút mellett, illetve a vasútállomás mellett közvetlenül. Hát közben vannak itt ilyen vitorláshajók, illetve van itt egy vitorláskikötő is arra. Ott a vitorláshajók ott láthatóak, ki vannak emelve a vízből. És folytatom is a sétámat tovább a ezen a úton, aminek még mindig nem tudom mi a neve, mert fogalmam sincs, ez milyen út itt Alsóőrsön. Csak az biztos, hogy jelenleg Alsóőrsön tartózkodom. De ennek az utcának még konkrétan mindig nem tudom mi a neve. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Közben már 26 perce megy ez a videó, hihetetlen, hogy röpül az idő. Folytatom is a tovább itt a sétámat, ezen az önkormányzati úton. Alsóőrs falu területén természetesen. És itt tőlem balra pedig a vasútállomás látható, és fog jönni egy vonat, mert mintha most mondanák be, hogy jön egy vonat, ami Székesfehérvárra megy. Majd meg is örökítem nektek, ha ide ér. Mert valószínűleg ide fog érni a vonat, mert most mondták be az imént. Csak nagyon halkan hallottam. Épp, hogy csak motyogott valamit a hangos bemondó. De az ott szembe, ott fönt, a töltésen az ott a Alsóőrsi vasútállomás természetesen. Ja, jön egy személyvonat Tapolcáról, és megy tovább majd Fehérvárra, Székesfehérvárra természetesen. És folytatom is a sétámat itt a önkormányzati úton. Alsóőrsnek az egyik önkormányzati útja ez, aminek fogalmam sincs, hogy mi a neve, mert én nem tudom, milyen utca akar ez itt lenni. Hát nem, meglepően nagy ez az állomás. Hát közben megmutatom nektek, de jön itt egy csatolt Dezió, ezt meg is örökítem nektek. Mindjárt odaérek. És megörökítem nektek ezt a csatolt Dezirót, ami mögöttem jön. Nézzétek csak, ott jön a csatolt Deziró. Folytatom is a sétámat tovább itt ezen az úton. Hát az az igazság, hogy jó átgyalogoltam. Na az igazság, hogy egészen csopaktó átgyalogoltam idáig Alsóőrsig. Mert főleg ugye az Alsóőrsi vasútállomásnál természetesen. Hogy ott áll bent a csatolt Deziró, amit előbb mutattam nektek. Közben itt folyik egy patak is. Jön át egy patak itt a vasút alatt. ...1965-ben készült ez a híd. És folytatom is a sétámat tovább abba az irányba. Ez pedig itt ugye természetesen az Alsóőrsi vasútállomásmán. Ami így néz ki. Így néz ki ugye az Alsóőrsi vasútállomás, tisztelt hölgyeim és lányok és fiúk. És abból az irányból sétálok, tehát Csopakfalu és Palonafalu irányból sétálok, és amint látjátok, itt vagyok már Alsóőrs faluba a vasútállomásnál. Közben a Deziró elindult kifelé, folytatja az útját Székesfehérvár felé, a csatolt Deziró. Én is folytatom a sétámat. Hát szerintem itt a vasútállomásnál meg is fogom majd köszönni a figyelmeteket, odaérek majd a vasútállomással szembe. Mert már ott az ott a vasútállomás épülete konkrétan. És hogy elnézem,
Hát igen, itt két vasútállomás épület van. Hát igen, van itt egy új épület, és ott van a régi épület is. Ez érdekes. Tehát nem hittem volna, hogy itt a Sörösön ilyen nagy vasútállomás van. Nem hittem volna. Folytatom is a sétámat. És ugye közben itt vagyok már a Sörösön a vasútállomásnál. És majd, amikor odaérek az állomás épületével szembe, szerintem ott meg is fogom köszönni a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Húha, nem kicsi ez az állomás, gyerekek. Nem kicsi ez az állomás, tisztelt hölgyeim és uraim. Egy vágány, kettő, három, négy. Van vágány szép számmal. És az épület, amit éppen most mutatok nektek, az ott az alsóőrsi vasútállomásnak az új épülete. Majd odébb van a régi épület is. Folytatom is a sétámat. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát, az az igazság, hogy jó pár videót le fogok szerintem forgatni itt a Sörösön, mi lesz az egész falut, nektek be fogom mutatni. Mert csak ugye ez az állomás milyen nagy. Tehát, hogy elnézem ezt az állomást, tehát ezt az alsősi vasútállomást, hát ez nagy, tehát nem pici. Tehát akkor nyilván a falu se kicsi. Ja, és most már végre tudom, hogy milyen utcában vagyok. Hát ennél kézenfekvőbb nem is lehetne, hogy milyen utcában sétálok, ugye itt a vasút mellett közvetlenül. Természetesen ez a vasút utca itt Alsős faluban. Itt Alsős faluban konkrétan akkor az a vasút utca, ahol én most jelenleg sétálok. Tisztelt hölgyeim és uraim, közben ideértem a vasútállomásnak az épületével szembe. Itt tőlem balra már az Alsősi vasútállomásnak az épülete látható majd. És szerintem lassan itt meg is fogom köszönni a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok Fricivel. És az ott szembe pedig az Alsőrsi vasútállomásnak az új épülete, mert ott egy kicsit odébb, abba az irányba, ha fordulok tovább, ott, ami most nagyjából középen van, az a régi vasútállomás épülete, ott az a régi vasútállomás épülete, itt Alsőrs faluba az ott a régi vasútállomás épülete, és ez pedig itt szembe az új vasútállomás épülete. Igen, ez itt szemben velem az alsóőrsi vasútállomásnak az új épülete. És lassan meg is köszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok Fricivel, csak fölhúzódok ide. Bepofátlankodok egy kicsit ide a vasút területére. Bepofátlankodok, amúgy fél 12 lesz 7 perc múlva. Itt van az ipari vágány, amit mutattam nektek ugye egy kicsit korábban, tehát a videónak úgy az eleje felé mutattam nektek egy ipari vágányt, ami ugye egy mozdonyfordulóba torkolódott bele. Ugye ez az ipari vágány, ez itt meglelhető, ez ugyanaz a vágány, amit már egyszer mutattam nektek. És itt most átfordulok, ugye ott szemben az alsóőrsi vasútállomásnak az új épülete látható, és ez a vágány folytatólagosan megy arra tovább. Ez az ipari vágány, és ott a régi állomás épület, ami ott van most nagyjából középen, egy kicsit azon túl, ez a vágány vissza belecsatlakozik a fővonalba. Ez az ipari vágány. Úgyhogy itt vagyok most jelenleg az alsóőrsi vasútállomáson, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ami így néz ki. Kicsit beljebb pofátlankodok még. Hát az a igazság, hogy már a vasút területén vagyok, és én meg itt nyugodtan lazán videózgatok, lehet, hogy ebből bajom lesz. Az ott ugye, ez pedig itt velem szemben az alsóőrsi vasútállomásnak az új épülete. És az ott, ami most van középen, az a régi állomás épület. Úgyhogy lassan meg is köszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok Fricivel. Most tisztelt hölgyeim és uraim,
köszönöm szépen, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Ez egy újra spontán amatőr vágatlan sétálós videó volt, amit konkrétan ugye indítottam az alsóőrsznek a külső részéről, és elsétáltam egész idáig az alsóőrsi vasútállomásig. Valójában ugye az 57. meg az valójában ez a videó az 57. videónak volt lett a folytatása, ugye ez az 58. videó konkrétan. Ugye valójában az 57. videóban indultam ebből a sétával, akkor elindultam ugye Palóznak falu és Alsósolnak a határából. Ugye az 57. videóban elsétáltam ugye a Fénysorompóig, majd a Fénysorompónál ugye az 57. videómat lezártam, és ugye a Fénysorompótól folytattam ezt a videót, ez az 58. videóm volt, ahonnan ugye elsétáltam egészen idáig az Alsóőrsi vasútállomásig, ami most jelenleg mögöttem látható. Most tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Ez egy újra spontán amatőr vágatlan sétálós videó volt velem Pricivel, ahogy már ezt tőlem megszokhattátok. Jelenleg ugye itt vagyok Alsóőrs faluba a vasútállomáson. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, de én mielőtt elköszönnék, meg kell köszönjem annak a 31 darab embernek a feliratkozását, aki idáig feliratkozott a csatornámra. Köszönöm szépen! Természetesen ezt a videót, meg az ezt megelőző videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, lehet írni kommentet, negatív kommentet, pozitív kommentet egyaránt, jöhetnek a negatív kommentek, pozitív kommentek, lájkok, diszlájkok, tehát minden jöhet, minden, amit gondoltok. Kommentelhettek negatívot, pozitívot, lájkolhassátok ezt a videót, diszlájkolhassátok. Nos, egy biztos tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, Alsóőrs faluból, a vasútállomásról. Sziasztok, hello! Thank you.